Megkérem Holopné és Ramek Kornélia alpolgármesterasszonyt a díj átvételére. A 13. kerületről nyugodtan mondhatom, hogy az Életet az Éveknek Országos Szövetség hazája. Persze, hogy a hazája, hiszen a Láng Művelődési Ház az az intézmény, ahol mi szinte a kezdetektől jelen vagyunk, és számos rendezvény bennünket a Láng Művelődési Házhoz köt. De nem csak azért gondoljuk, hogy ezt a díjat 13. kerület megérdemli, hanem azért is, mert számos esetben szakmailag is segítették a munkánkat. A 13. kerületi önkormányzatnak nem egy munkatársa van, akitől tanácsot kérhetünk szociális ügyekben, tanácsot kérhetünk kulturális ügyekben, és ez a mi számunkra rendkívül fontos. A 13. kerületben a József Attila Művelődési Házat nem első alkalommal ajánlják föl nekünk, egy civil szervezetnek, hogy rendezvényt szervezzünk. Én azt gondolom, hogy itt olyan a szemlélet, ami igazán idősbarát, és nem véletlen, hogy többször hallgattunk meg tőletek olyan előadást, amely a 13. kerület idősbarát politikájáról szól, hiszen 13. kerület egy idősbarát önkormányzat. Ezúttal azonban szövetségünk szeretné ezt az oklevelet nektek átadni. Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy az Életet az Éveknek Szövetségtől megkaptuk ezt az idősbarát kitüntetést, hiszen ők azok, akik autentikusan tudnak arról véleményt mondani, hogy milyen munkát végzünk itt a 13. kerületben. Ezzel a szövetséggel hosszú évek óta, évtizedek óta van kapcsolatunk. A Láng Művelődési Központban tartják az összejövetelinket, sőt itt a József Attila Művelődési Központban is már többször volt ünnepségük. Mi egy 115 ezer fős kerület vagyunk, ahol 36 ezer nyugdíjas van. Igazán fontos számunkra, hogy az idősek mit mondanak arról a programról, arra a munkáról, ami itt folyik a 13. kerületben. Nagyon gondosan ügyelünk arra, hogy odafigyeljünk rájuk, hiszen ők azok, akik már nem tudnak úgy magukról gondoskodni, mint annak idején, aki aktív korában van, illetve hát másik célcsoport nálunk, a gyerekek, akik még nem tudnak magukról úgy gondoskodni. Nagyon sok mindent kitaláltunk már az ő mindennapjaiknak a színesítésére. Valószínű, hogy ezeknek a vizsgálata eredményezte azt, hogy ezt megkaptuk, ezt az idősbarát elismerést részükről. A szociális törvény jelentősen változott, az önkormányzatok magukra hagyták, és minden segélyt az önkormányzatnak kell biztosítani. Ezzel együtt mi úgy gondoltuk, hogy 40%-kal megemeljük azt a forrást, amit segélyezésre szánunk az idősek számára, de ez csak egy milliárd egyébként, amiről beszélünk, de mellett az intézmény fenntartás is komoly terhet jelent, édes terhet, ha lehet mondani, aminek az egy részét fizeti csak az állam, és nagy részt az önkormányzat biztosítja ezeket a fenntartásokat. Fontos, hogy jól érezzék magukat, és azt kell nézzünk, hogy ők mit kérnek, mit szeretnének, hogyan tudunk segíteni mindennapokban. És ha ez azt kell, hogy 40%-kal megemeljük, akkor megemeljük, de még ezzel együtt is, de ez februárban történt, amikor a változás bekövetkezett március 1-től, attól kezdve is monitorozzuk azt, hogy hogyan valósult meg ez az új segélyezési rendszer, és már ismét képviselőtestület előtt volt a szociális rendeletünk, mert azt láttuk, hogy a lakásfenntartási és a gyógyszertámogatásnál még inkább ott kell lennünk, és megemeltük a támogatási összeget, mert szükség volt az idősek számára. Ahogy a közgyógyellátás kivonult, tehát megszüntették, nincsen méltányosági közgyógyellátás, úgy jelentkeznek a plusz igények, és mi ezt szívesen ezt az igényt kielégítjük. Akár a nyelvi képzés, akár az informatikai képzés az fontos számunkra és az idősek számára is. Szoktuk mondani, volt egy olyan 92 éves bácsi, aki az informatikával úgy ismerkedett meg, hogy ezt követően Ausztráliában jövő unokájával tudott skype-olni, és akkor nem volt ez a távolság olyan nagy, hiszen minden nap beszélgethettek. Örömmel veszik az idősek, és használják ezt a lehetőséget.